Vegere Györgyöt látják, és élőben jelentkezünk, és itt van velem a háromlábú Benjamin is, akinek segítséget szeretnénk kérni, hogy mihez, azt hamarosan elmondom önöknek, még megvárom azt, hogy összegyűjünk, hogy jó sokan nézzék az élőadást, és már itt az elején szeretném megkérni önöket, hogy osszák meg minél többen a háromlábú Benjaminnak a segítségkérő videóját, élő videóját. Kérek egy megerősítést, hogy elkezdtek el minket nézni, látjátok-e már, igen, ott felül ugye az élőnél kell, hogy mutassa, hogy néznek minket, jó, minden rendben. Na, amit szeretnék önöknek itt az előjáróban a bevezetőként elmondani, aki nem ismeri Benjamin történetét, annak röviden elmondanám, hogy ő egy mindszenti kutya, aki pitbull kutyák támadásának esett áldozatául hónapokkal ezelőtt, és ennek a balesetnek, vagy ennek a támadásnak a következtében elveszítette ugye a hátsó lábát, le kellett neki amputálni. Hosszú hónapokon át kerestünk Benjaminnak családot, és hát múlt hét szombaton láthatták az örömhírt, hogy ismét egy háromlábú kutyának sikerült, egy sérült, esélytelen kutyának tudtunk családot találni. Ám a boldogságunkra, az örömünkre most egy pici árnyékvető, ezt fogom majd önökkel mindjárt megosztani. Ugye mi tartjuk a kapcsolatot naponta azzal, ugye azzal kapcsolatosan, hogy mi van Benjaminnak, és elmondtad azt nekem, ugye a sérüléséből adódóan, megeszed? Nem. Benjaminnak ugye inkontinenciája van, a vizelettartási problémája is ugye folyamatosan potyogtatja, ezt nem tudom szebben megfogalmazni önöknek a kakáját, és erre szeretnénk önökkel együtt megoldást találni. Ugye azt kezdtem el mondani az előbb a nézőknek, hogy mi tartottuk a kapcsolatot, igen, és ugye elmondtad azt nekem, hogy Benjamin nagyon rosszul viseli azt, hogy ebbe az állapotban van, és rosszul viseli azt is, van egy bizonyos fajta szeparáció, szorongása, ugye, amikor el kell menni itthonról dolgozni nektek. És szeretnénk, és ehhez kérnénk az önök segítségét, szeretnénk neki egy ilyen speciális kenelt építeni, és még visszatérve egy picit az inkontinenciájára, annyit még elmondanék önöknek, hogy további orvosi vizsgálatokra is szeretnénk őt elvinni, hát ha a korábbi vizsgálatok alapján kicsi az esély, hogy neki ez az ink, ezt mondtam, erre felkészítettünk ugye benneteket, hogy kicsi az esély arra, hogy ő valaha is újra vissza fogja tudni tartani a pisiét, a kakáját, tehát ez tényleg nem kell ugye naív ideákat, vagy hamis illúziókat üldöznötök, de azért megpróbáljuk, tehát egy neves szakemberhez is szeretnénk őt elvinni, ehhez is kérjük az önök segítségét, hogy támogassák Benjaminnak ugye a további orvosi kezelését és a gyógyulását. Tehát, hogy egy bizonyos szinten fel voltatok készülve, de mégsem mesélj nekem az érzésédről, mert tegnap annyit elárulhatok, remélem nem haragszol a kedves nézőknek, hogy az éjszaka folyamán beszélgettünk, és ugye mondtad nekem azt, hogy nagyon szomorú vagy az, hogy látod, amiatt, hogy látod Benjaminom, hogy nagyon szomorú, szeparáció szorongása van, ha elkülönítitek. Mesélj nekem az érzésédről, olyan meghatóan és szívfacsaróan írtad le nekem a gondolataidat. Hát az az igazság, hogy amikor elhoztuk Benjamint, akkor mi abszolút úgy terveztük, hogy teljesen szobakutya, sőt annyira, hogy akár az ágyunkba is bejöhetett volna. De itthon kiderült, hogy sokkal nagyobb probléma ez az inkontinencia, ezért sajnos nem tudtuk azt megoldani. Napközben velünk van a lakásban, de folyamatos kontroll alatt van, mindig kell nézni a pelusát, hogy megtelte, illetve hogy nem elcsúszott, tehát folyamatosan kell nézni, és éjszaka ugye nem tudjuk kontrollálni, ezért a fürdőszobába, de szépen helyet csinálva neki, tudom, igen, beraktuk, és borzasztóan nehezen viseli a magányt, nagyon. Mindig mondd el, hogy milyen, igen, szívfacsoró látvány fogadott, igen, és akkor végül nem bírtam tovább, és bementem hozzá, hogy először is, hogy rendre utasítsam, de ami fogadott, az volt nagyon szívfacsaró, mert konkrétan a saját ürülékébe, pisiébe, tehát lejött róla teljesen a pelus, gondolom attól, hogy folyamatosan ugye ugrált, meg ki akart jönni, és tehát a saját piszkába fetrengve sírt a kutya, és nyűszített. És akkor szépen rendbe tettem, és akkor behoztam a lakásba, de azt beszéltük, hogy egyrészt ez a szeparációs szorongás miatt nem hagyhatjuk sokáig egyedül a lakásba, nem fogja tudni elviselni, illetve ugye ez, hogy azért azt se hagyhatjuk, hogy most mindent mindig összepiszkítson, mert így is rengeteget takarítunk utána. Bocsánat, szabad ne feled, igen, ezt meg is ragadom az alkalmat, hogy azért ezt elmondjam a kedves nézőknek, hogy aki sérült beteg kutyát fogad a családjába, azt hiába mondják el az örökbefogadásnál, hogy mondjuk sérült és beteg a kutya, csak akkor tapasztaljuk meg valójában, hogy mit is jelent egy sérült beteg, lebénult kutyának, vagy egy háromlábú kutyának az örökbefogadás, amikor ott van velünk, beköltözik az életünkbe. Nektek is ugye ez a helyzet, és ez így
most valósult meg, vagy most láthattátok ugye test közelből ezt, és ez egy óriási kihívás, mert át kell rendezni az embernek az életét, minden megváltozik körülötte. Ugye én mindig ahhoz szoktam hasonlítani ezt, hogy amikor egy beteg háromlábú vagy gerincsérült kutyát fogadunk a családunkba, az olyan, mintha egy beteg hozzá tartozunk lenne. Igen. Ennyit szerettem volna még elmondani, tehát erre fel is lehet készülni, meg nem is. Főleg annak fényében, hogy mert ugye mi vettünk kutyapelenkát, tehát hogy vannak segédeszközök, csak hogy nála ez sem használ, hiszen háromlábú, tehát egyrészt az egyik lába már nem is tartja a pelenkát, a másik meg az, hogy pontosan, mert háromlábú, ugrál, és mindig leugrálja a pelust. Tehát hogy ez még ilyen dupla probléma, hogy nehéz a megoldás. Aztán rájöttünk ilyen félig meddig megoldásra, de ez se teljesen... Mondjad közben nekünk, én ide jöttem az operatőri pozícióba, én pedig arra kérem önöket, hogy segítsenek közben, megérkezett Sanyi is, átadtam neki a helyet, ugye ő Benjaminnak az apukája, tehát hogy mi volt ez az átmeneti megoldás, ezt oszd már most meg velünk, közben pedig arra kérem önöket, hogy osszák meg a videót, és aki segítsen, ki fogjuk mindjárt tenni ugye a számlaszámunkat, az segítsen, hogy meg tudjuk oldani Benjaminnak majd mindjárt mondjuk, hogy mit ugye az orvosi költségeire szeretnénk, majd te mindjárt elmondod, hogy még mihez kérjük a segítséget. Mondja, hallgatunk. Hát vettünk mindent. Tehát ugye vettünk pelenkát, akkor... Inkontinencia betétet. Igen, gumibugyit, intim betétet, minden, és idehozom akkor azt. Jó, mutassuk meg a kedves nézőknek. Legjobban a háló, nem tudom, minek hívják ezt a hálót, az vált be a Szoktuk, mindjárt megmutatjuk akkor. Az inkontinencia betétet. Mutassátok már meg akkor, hogy pelenkázzátok be. Közben én arra kérem önöket, hogy osszák meg a videót, és akkor én meg oda megyek, és megmutatjuk, hogy történik. Nagyon-nagyon aranyos, mert tudja, hogy igen. Törékeny, amint látszik, mert fekszik is, és próbál segíteni. Ő segít nekünk ebben. Segíteni próbál. Nem tudom, mennyire látják ezt a nézők. Feltettük a hálót, akkor ugye ide helyezzük neki a pelust, vagy a betétet, vagy éppen ami van. Nyilván ez kéne emelni. Ez most egy kicsit Sanyi. Nagy. Jó, oké, nem baj, az inkább nagyobb legyen. Nyugodtan csinálják. Oké, letelted. És akkor elhúzzuk a hálót. Uh-huh. Ez vált be a fiú még ez. Tehát, hogy végül is alul van, ha jól látom, akkor a pelenka. Uh-huh. A pelenka rész utána felé te kell igazgatni még neki. Ugye az inkontinens... Ugye betét, vagy hogy hívjuk hát ezt? Hát ez most pelus. Nem, ez most pelus. Ja, ez most pelenka. És akkor ezt egy speciális hálóval rögzítik. Erre a rögzítésre azért van szükség, mert ugye lecsúszik a háromlábú Benjaminról. A normál kutya pelenka semmit nem használ. Neki, uh-huh. Igen. A fiúkutyáknak ezt egyáltalán nem ajánlják a normál kutyapelenkát, és hát nem nagyon ajánlják. Inkább ezt a fajta megoldást, amit most mi alkalmaztunk erre. De azért ezt mi tanulmányoztuk ki lényegében, hogy mi a legjobb a Benjaminna. Amit még szerettél volna ugye elmondani, hogy mihez kérnénk az emberek segítségét, vagy a támogatóink segítségét, és inkább ezt mi ajánlottuk fel nektek, tehát mielőtt félreértenék, mi jöttünk ide, és látogattuk meg a Benjamint, és próbálunk nektek, mint alapítvány segíteni. Megkérlek, hogy köszönöm, hogy a hangot vedd le. Jó, itt vagyok, hogy szeretnénk neki ugye építeni egy speciális kenelt. Igen. Azt még elfelejtettem mondani, hogy bevezetőm, hogy pedagógus pár, vagy operatőr és a pedagógus párról van szó. A személyetekben ugye dolgozó, becsületes emberként, tehát nem tudtok vele itt lenni napi 8-10 órát. Tehát meg kellene oldani neki ugye az elhelyezését, amikor nem vagytok itthon. És akkor gondoltunk, azt találtuk ki együtt, ugye, hogy így gondolkodtunk az éjszaka folyamán, hogy kellene neki építeni, igaz, egy speciális kenelt, ami igen. Egy sérült kutya elhelyezéséhez igen. Megfelelő lenne. Na hát ehhez kérnénk az önök segítségét, támogatását. Mi már kitettük egyébként a számlaszámot. Arra kérjük önöket, hogy aki segítené Benjaminnak ugye az inkontinencia miatti orvosi vizsgálatait, amik még várnak rá, illetve ennek a kenelnek a felépítését, az utaljon, és az utalásnál írja be, kérjük a Benjaminnak, vagy a háromlábú Benjaminnak ugye a nevét. Van-e még valami, amit akartatok mondani? Te egyébként nagyon mondtad is nekem az élőadás előtt, hogy így furán, vagy inkább kicsit rosszul érezted magad, de hát mi ajánlottuk fel a segítséget, úgyhogy nem kell rosszul érezned magad. Jó, igen, csak tényleg nehogy félreértsék a nézők, tehát hogy mi mindenképpen meg szeretnénk tartani. Nagyon-nagyon szeretjük, és fantasztikus kutya, ezt komolyan mondom, és mindenki szereti, hála Istennek.
És mivel, hogy itt vagyunk az iskola mellett, ahol dolgozom, azért is lenne nagyon jó ez a kene, mert hogyha én már most jövő hét utáni héten kezdem a nyári napközit, akkor egy kerítés választana el tőle, és akkor nem a lakásban lenne egyedül, hanem folyamatosan tulajdonképpen velünk lehetne, és ez nagyon fontos neki, úgy érzem. Igen, mondjad nyugodtan. Mondjad. Tehát, hogy ő annyira fél a magánytól, annyira fél az egyedül léttől, mindenhova követ a lakásba is. Igen. Tehát, hogy, de különben meg már látszik, hogy biztonságban van, mert olyan jókat, meg szépeket alszik, meg olyan pózba, hogy abszolút, tehát utána néztem, az azt jelenti, hogy jól érzi magát. Igen, látszik, és bújik hozzátok, végig a társaságotokat keresi. Igen, folyamatosan keresi. Tehát az ő nyugalma érdekében is mindenképpen az lenne a legfontosabb, hogy itt hol, akkor... Hol, mutassátok meg, ott, hogy ott, akkor... Ott találtuk ki. Ott a trambulin mellett. Itt van egy kisfiú is, aki mondtad, hogy ugye ugyanolyan betegséggel küzd, mint a háromlábú Benjamin. Nem akkor. Gyertek, segítsetek, mert itt ugye a lába, pont a levágott lábánál igazítsuk meg. Arra kérem önöket, hogy osszák meg a videót, és aki tud, az segítsen, hogy Benjamint elvihessük szakemberekhez. Mondom, nagyon pici az esély, hogy gyógyítható lesz az inkontinenciája. Ugye ott sérültek az idegpályák neki, erről már ugye van egy orvosi szakvélemény. Jó, menjünk be vele, ha fel szeretne menni. Akkor így várjatok, előre megyek, és akkor megmutatjuk. Jó, van, nagyon szépen lépcsőzik már. Na gyere, Benjamin, gyere, ha be szeretnél menni. Na, gyere. Úgy, milyen ügyet. Gyere. Menne be, ott a biztonság. Igen. Hát itt is láthatják a nyomait egyébként, amiről már beszéltünk a bevezetőben, hogy itt vannak ugye ilyen pisi nyomok. Jaj, de boldog! És nagyon tiszteletre méltó az, hogy befogadták a családjukba a Benjamin Sanyék, és hogy gondozzák, ápolják. És tényleg nem kell azt szégyelnetek, hogy mi felajánlottuk a segítséget, én bízom abban, hogy támogatóink jönnek, segítenek, és akkor el tudjuk készíteni ezt a speciális kenelt Benjaminnak. Na, már itt is van, letelepede, itt szeret lenni. Igen, kedvenc helye. Egyen meg a szívét, na hát akkor most betekintés nyerhetne. Egyébként mi a kedvenc játék, amivel szokott... A papucsom. A papucsod? Igen. Meg a macska hajkurászás. De akárhányszor rászólok, hogy nem, akkor hagyja, de mindig megpróbálkozik. És akkor mindig megkapja a sajátját. Egy zoknimat megkapta, de leginkább a papucsom érdekelni, úgyhogy lehet előbb-utóbb megkapja. Az alapítványnál az egyik hölgy mondta, hogy szereti nagyon a labdát. Itt van az eredménye. Hát jó, hát ez mondjuk nem egy való. Egyetlen harapás volt. Egyen meg a szívén. Ez az egy hozzányúlása volt, azóta abszolút nem. Összegezzük akkor, hogy mihez kérjük SOS az önök segítségét. Ugye alapítványunk folyamatosan menti a gerincsérült beteg kutyákat, és ezért, ha lett volna nekünk anyagi tartalékunk, akkor most nem kértünk volna mi sem segítséget, de nekünk is most a támogatóinkhoz kell fordulni. Miben, Szilvi? Tehát mihez kérjük? Ugye kérjük a kenel felépítéséhez a segítséget? Ahhoz, igen, mert ahogy mondtad is, hogy hát nem valószínű, hogy őt már gyógykezelni lehet. Nem tudom, ugyan nem vagyok orvos, de ugye ő már azért volt kórházban. Ő már volt, igen. Hosszú heteket töltött el a sérülése után. Ugye kórházban, a kenelépítéséhez pelenkában esetleg, hogyha a támogatóink tudnak felajánlani, az is jól jönne nektek. Igen, és már kaptunk is különben egy nagyon kedves, szintén menhelyt üzemeltető hölgytől, mert azt mondta, hogy ő nem tudja őket felhasználni, de a legégetőbb a kenel, mert hogyha megyek már dolgozni, akkor olyan jó lenne, hogyha ott együtt lehetnénk. Igen, senki nincs itthon, egyedül szorong a kutya. Nyugodtan ide hozzá, nyugodtan menjetek. Tehát, hogy még egyszer hangsúlyozzuk, hogy Benjamint nem szeretnék visszaadni a család. Nagyon megszerették. Tehát nem, és pont ezért, hogy segítsünk ennek a sokat szenvedett kutyának, hogy a családban maradhasson nekünk, mint alapítvány. Ez nagyon fontos, hiszen az ő örökbeadási esélye, legyünk őszintén, nagyon alacsonyak voltak. Egy háromlábú kutyát önmagában is nagyon nehéz örökbeadni, de úgy, hogy van egy inkontinencia betegsége, úgy százszor nehezebb. Úgyhogy arra kérem önöket, hogy segítsenek, támogassák azt, hogy ezt a kenelt felépítsük Benjaminnak. Ebben a kenelben ugye azt a néhány órát, ugye Szilvi pedagógusként dolgozik, 1-4 osztályos, igaz? Tanító, igen, tanító. Tehát, hogy tanítónőként dolgozott, tehát nem... tehát nem reggel 8-tól este 8-ig van bent a osztályteremben, ki tudom mondani, úgyhogy azt a pár órát kellene neki ott eltöltenie
Akartál? Valamit akartál még mondani. Tudom, bocsánat. Ja, nem? Nem. Csak úgy jár. Te, Sanyi, szeretnél még itt az élő végén valamit elmondani? Tehát pelenkában lehet segíteni, elvisszük őt még ugye természetesen orvoshoz, és meg fogjuk mutatni az orvosi kezelésről is, beszámolunk majd arról, hogy mit mondtak, hogy van-e esély műtéti úton arra, hogyha megoperálják, akkor ez az inkontinencia problémája megoldódhat. Ezt elmondtuk nektek, hogy nagyon pici, de azért adjunk még neki az utolsó esélyt, Patrikot is, többször elvittük orvoshoz, többször a szemünkbe kellett mondani, meg hallanunk kellett, mire eljutott, hogy hú, hát nincs esély ebből a szempontból, de mindegy, megyünk, megpróbálunk, és aki tud, segítsen ennek a kenelnek a felépítésében, Benjamin kenelének a felépítésében. Egyébként nagyon játékos kutyus, most már teljes mértékben családtag. Aki ezért is magát, feloldódott. Igen. Most megszeppent ettől a sokaságtól, ami az udvaron fogadta, meg fáradt is, mert nagyon-nagyon sokat voltunk lenne az udvaron, rengeteget szaladgált. Igen. Nagyon jól bír, hál' Istennek. Igen, nagyon gyorsan, ezt már megmutattuk korábban. Most még annyira nem is látszódott, de amikor egy macska van előtte, akkor szinte rohanok, vagy suhanok, repülök utána. Akkor a porfelhőt kap, csinál. Igen. Elképesztő. Na, aztán mi elköszönünk, lehet, hogy még jövünk vissza egy élővel a mai nap folyamán, nem ígérjük meg. Én nagyon bízom abban, hogy ismét lesz összefogás is, elkészül ez a kenel, és támogatják Benjaminnak a további gyógyulását. Ugye Milgammát kell neki kapnia, egyéb gyógyszereket, amiről beszéltünk már, tehát ez ugye, és az, hogy meg kell mutatni őt, hátha műtéti úton sikerülhet, amiről beszéltünk. Számlaszámot kérnék, írja itt valaki, megkérem az egyik nézőnket, hogy tegye be a számlaszámot, mi már többször betettük, és mindent megmutatunk majd önöknek, megmutatjuk Benjaminnak ezt az új kenelét is, és bízunk benne, hogy ez felépülhet, ehhez kell az önök segítsége. Előjáróban is nagyon szépen köszönjük mindenkinek köszönjük segítséget. Ugye ezt mondtam el a bevezetőben, hogy fel lehet készülni egy sérült kutya befogadására, de mégsem. És most nektek kell a segítség, mi pedig a támogatóink, a lálatszerető emberek sokaságával. Nagyon bízom benne, hogy sokaságával itt leszünk, és segítünk Benjaminnak. Köszönöm szépen, hogy megfürdettél, ügyes vagy. Ma már nem fürdök. Gyógyulj meg, a legjobb helyen vagy. Írják itt többen, hogy nagyon szeretik, jobbulást, és ránk mindenféleképpen számíthattok. Nagyon szépen köszönjük. Itt vannak a keresztülők, képzeljétek el, akiktől kaptátok, tudod, a Beatrixét, tudod, igen. Ketten voltatok jelöltek, és végül is ti voltatok a befutó. Sziasztok! Üdvözlünk benneteket! Ciao. 4. utal, írja itt Zsuzsa. Úgyhogy még egy valamire, tehát még itt utoljára elmondom önöknek, vagy kihangsúlyozom, hogy kérjük, hogy a közlemény rovatban az utalásnál írják be azt, hogy Benjamin, hogy tudjuk akkor, hogy hogy áll a gyűjtés, és természetesen beszámolunk majd a gyűjtésnek az eredményéről. Nagyon szépen köszönöm, hogy néztek minket, hogy velünk voltak, tényleg pedig még egyszer köszönjük azt, hogy családotokban fogadtátok őt, hogy örökbe fogadtátok, és amiben tudunk, itt vagyunk oldalunk, támogatói alapítványunk. Mi köszönjük nektek, hogy ennyire nyomon követitek mind a nézőknek a örökbeadott kutyák sorsát. Tehát, hogy nekem az nagyon megható, hogy nem az, hogy most itt van, vigyétek, hanem folyamatosan nyomon követitek, és segítetek, ahol kell, és egyből, tehát, hogy le a kalappal azelőtt, amit csináltok. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük nektek. Ahogy mondtam, lehet még, lesz ma élő. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Itt a végén még osszák meg a videót, és kérjük, aki tud, segítsen, és támogassa továbbra is az orvosi költségeit Benjaminnak és ennek a kenelnek a felépítését, speciális kenelnek a felépítését. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, legyen szép az estéjük, jó éjszakát kívánunk mindenkinek! Jó éjszakát!